Fort Verugyok számát. Igen. És ez nagyon, nagyon érdekes, mert celebekről szól. Igen. Mégpedig a Magyarország legnagyobb értékesebbről, a 21 celebéről. És nagyon sok mindenkinek van report is. Mény a mély interjú, nem tudom. És pontosan az üzleti részéről szól. Balázsban a Tilla itt a képen király. De például a Majka is, a Majka másik legértékesebb szerint van, az van. Na jó, de ők aktívak is, nagyon. Hát gyakorlatilag... Aktívak nagyon, és akkor utána azon gondolkoztam, hogy beolvastam ezt, hogy 740 ezer követő a Facebookon, meg nem tudom hány követő az Instagramon, és így naponta mint a Kassa TV 8-5, meg 10 posztot csinál, igen. Ilyen, meg olyan tudatos, meg a cégek fizetnek érte, mert nem tudom hány követő. Nézem ezt, és akkor eszembe jut, hogy és mi van Szepes Máriában, mi van Máraival, meg a Vörös Sándorral, meg mi van Istennel, meg mi van azzal, hogyan kell élni. Tehát, hogyha valami, akkor ez nem a, akkor ez nem a normális ember élet szerintem, hogy az ember a Facebookon élet, tehát ők ott élnek. Tehát azt írja, írja is cikk, hogy a Kassa TV például, azért mondom őt, mert ő a legjobb állító a Facebookon, hogy 10 van keresztül folyamatosan félszem a Facebookon. Az milyen élet az élet? Hogy ezt kéne csinálni? És akkor, akkor leszel nagy király, meg akkor leszel nagy szerep, meg akkor leszel nagyon ismert, hogyha hogyha egész nap a Facebookon osztolod, akkor osztolod a semmit. Fasságot. Egész nap. És erről még írnak is 200 oldal. A Forbes-ba. És ez követendő példa. Mert ezen meditáltam, majdnem oda jutott, hogy oda ültem egy órakor írni egy cikket erről, és hogy nem tudom, hogy dilemmám van vele. És mi tartott vissza? Ez, hogy egy óra volt. Fő célom az, hogy segítsek a világnak. És itt nem láttam nagyon olyan posztokat, meg olyan cikkeket se a Forbes-ba, ahol az lett volna a célja ezeknek az embereknek, hogy segítsenek a világon. Persze ettől még segíthetek, mert én azért a Tillának is, meg a Balázsnak is van olyan aktivitása, ami tiszteletre méltó, és ott a propaganda című műsor a Tillának, hogy az egy olyan kulturális műsor, ami a művészetről, a kultúráról szól, az emberről szól, az Istenről szól. Balázs is néha biztos érint olyan témákat, hogy Morning Show-ban nem hallgatom, mert engem irritál, a tökhendi kivagyiság, de hogy ők is érintenek olyan témákat, biztosan ami értékes és értelmes és előre viszi a világot, biztosan neki hatalmában áll, mert nem tudom hány jól hallgatják ezt a műsort, meg nézik a tévézét, de amit én látok belőle, az szintén csak a fogyasztásról szól. Én nem látok olyat, nem láttam, ami nem a fogyasztás. Az azt mondaná, hogy gyerekek, álljátok egy kicsit, kapcsoljátok ki a tévét meg a rád, és menjétek ki az erdőbe, és fogd meg a párat kezét, és csókolózzatok a naplementébe. Hát én ilyeneket nem láttam. Ez nem hoz pénzt. Ez boldogságot hoz. Ez az én örök dilemmám.